Köszöntöm nézőinket! A Sopron Televízió keddi híradóját látják. Nézzük főbb híreinket! Rendőrkézen. Elfogták a múlt heti gyilkosság feltételezett elkövetőit. Idősek karácsonya. Magányos idősöket köszöntettek ebéddel és ajándékcsomaggal. Kocsonya Fesztivál. Másodszor is nagy sikerrel rendezték meg a Jereván lakótelepen. Elfogták a rendőrök a múlt héten történt gyilkosság feltételezett elkövetőit. A Győr-Moson-Sopron megyei rendőrfőkapitányság nyomozói rövid idő alatt beazonosították és elfogták a soproni emberülés két gyanúsítottját, áll a rendőrség közleményében. A gyilkossággal két arlói férfit gyanúsítanak. December 13-án az esti órákban érkezett bejelentés arról, hogy Sopron külterületén egy holttestet találtak. A halálesettel kapcsolatban felmerült az idegenkezőség gyanúja, ezért a megyei rendőrfőkapitányság nyomozói az igazságügyi orvosszakértői vélemény alapján emberölés gyanúja miatt folytattak eljárást ismeretlen tettes ellen. Az adatgyűjtés és tanúkutatás eredményeként a nyomozók egy héten belül beazonosították, és hétfőn délután elfogták a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható V. Sándor 33 éves és P. Mihály 25 éves arlói lakosokat. A rendőrök a két férfit előállították és őrizetbe vették. A hagyományokhoz híván a 2017-es esztendő is újévi hangversennyel kezdődik majd. Magyarország egyik legrégebbi zenekara, a 187 éves Soproni Liszt Ferenc szimfonikus zenekar nagyszabású koncerttel indítja az új évet. Minden év elején nagy sikerrel mutat be népszerű komoly zenei műveket a Soproni Liszt Ferenc szimfonikus zenekar. A nagy hagyományokkal rendelkező zenekart nagy megtiszteltetés érte, a napokban ugyanis felvételt nyert a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségén belül működő Regionális Zenekarok Szövetségébe. A művészeti szervezet az ország hivatásos és központilag támogatott nagy zenekarai mellett ebben a szövetségben tömöríti a regionális jelentőségű szimfonikus együtteseket. Ebbe kerültünk most be, 3 évvel ezelőtt jelentkeztünk, amikor átvette a Liszt Központ a prokultúra, a zenekarnak a működtetését, és ennek a 3 éves munkának az elismerése ez a tagság. A jövő év első napján hagyományosan népszerű komoly zenei művek csendülnek majd fel. A repertoár a Kék Dunától a Kék Rapszódiáig számos kedvelt alkotást felölel. Elengedhetetlen Strauss daraboktól Görsünig fogunk elutazni zenében, Kék Rapszódiáig, tehát Kék Dunától Kék Rapszódiáig címmel hirdettük meg a koncertet, tehát a Strauss keringők után Várai Kinga zongoraművész fiatal zeneakadémista tolmácsolásában hallgathatjuk meg Görsvinek ezt a nagyon híres művét. A 2017. január 1-én 18 órakor kezdődő hangversenyen a soproni szimfonikusokat ismét a bécsi filharmonikusoktól érkező Somodari Péter vezényli majd. A magányos idősöket köszöntötték ajándékcsomaggal és ebéddel kedden a Pannonia Hotelban. Az idősek karácsonyát az Idősek Európai Háza Alapítvány szervezte már 5. alkalommal. Az alapítvány 50 egyedül élő magányos idős embert hívott meg az ünnepségre, amelynek célja, hogy szebbé tegyék az ő ünnepüket is. Ünnepi műsorral köszöntötték az időseket a Pannonia Hotelban. Az Önkormányzat Szociális Bizottsága, valamint az időseket gondozó intézmények bevonásával valósult meg a rendezvény. 50 egyedül élő időset hívtak meg az ebéddel egybekötött karácsonyi ünnepségre. 5. éve szervezzük meg a magányos idősek karácsonyi ebédjét, aminek most már 2. alkalommal a Pannonia fehér terme ad otthont, és azt hiszem, hogy hozzájárul a jó ebédhez még, hogy egy ilyen szép környezetben tölthetik ezt az adventi megemlékezést. A soproni magányos idősek, tulajdonképpen nekik szól ez a meghívás. Az idősek klubjaiban, a házi gondozó szolgálatban élőknek a felkutatását, illetve azt, akik meghívást kapnak, ezt a Soproni Szociális Intézmény munkatársai segítették. Az idősek örültek a meghívásnak, mint mondták, szívesen vesznek részt közösségi programokon. Nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, bár ott is bent vagyunk a közösségben, de azért itt mégis ünnepélyes, és már készülünk a karácsonyra, és nagyon örülünk, hogy tényleg egy ilyen lehetőséget kaphattunk.
A rendezvény célja, hogy az idősek ne érezzék magukat egyedül az ünnepek közelettével. A karácsonyt mindenki szeretné a családja körében ünnepelni, de az Egyesület szerint sokan így is magányosan töltik az ünnepeket. Szeretet pedig nincsen én bennem, semmi sem vagyok. A meghívott idősek ajándékcsomagot is kaptak, melyet a Határok Nélkül Alapítvány jótékonysági akciója keretében vehettek át. A Határok Nélkül Alapítvány a kész és a két karitás csoport segítségével a faházban megkeresett, gyűjtött adományokból vásároltuk egy részét, egy része felajánlásokból érkezett, és van, amit mi magunk készítettünk. Az alapítvány az adventi vásárban összegyűjtött adományokból az idősek mellett a hajléktalanokat és több nehéz sorsú fiatalt is támogat. A Gyesev ZRT az idei évben is csatlakozott a karácsonyi ételosztás elnevezésű kezdeményezéshez. A Vasút Társaság munkatársai 110 adag melegételt osztottak ki rászorulóknak és hajléktalanoknak. A jótékonysági akcióban a téli időszakban decembertől februárig hetente egyszer kapnak melegételt a rászorulók. A jótékonysági ételosztásban, amely az Esélyegyenlőségi Irodában volt, a Gyesev és a Történelmi Egyházok önkéntesei vettek részt. 100. születésnapján köszöntötték Seregél Lajost. Az önkormányzat nevében dr. Simon István alpolgármester és Mágel Ágost képviselő adta át a soproni önkormányzat jó kívánságait Lajos bácsinak. Emléklappal és virágcsokorral köszöntötték a 100 éves Seregély Lajost születésnapja alkalmából dr. Simon István alpolgármester és Mágel Ágost a soproni önkormányzat nevében fejezte ki jó kívánságait a kerek születésnapját ünneplő Lajos bácsinak. Lajos bátyánk, Isten éltesse sokáig, gratulálunk ehhez a szép kerek 100 éves évfordulóhoz, ehhez a 100 éves születésnaphoz, és nem kérdezzük, hogy mi a hosszú élet titka, mert azt tudom, hogy Lajos bátyám tudja, de nekünk nem árulja el, hanem azt hallottam a 110-en, akkor mondja meg, hogy mi a titok. Lajos bácsi Cséren született, majd középiskolai tanulmányait a soproni Berzsenyi Líceumban végezte. Kezdetben mezőgazdasággal foglalkozott, majd az erdőgazdaságnál, és 20 évet a MÁV-nál dolgozott, végül onnan ment nyugdíjba. Szabad idejében korábban szívesen kertészkedett, és máig szívesen jár a Kossuth Lajos utcai nyugdíjas klubba. Születésnapja alkalmából családja mellett többek között szülőfalujából is többen felköszöntötték, valamint a nyugdíjas klub is megünnepelte a jeles évfordulót. A kerek születésnapot lányával, unokájával és 3 dédunokájával együtt ünnepelte. Osztatlan sikert aratott az idei második jereváni Kocsonya Fesztivál, mely a település részi önkormányzat támogatásával valósult meg. A csemegének számító étekből közel 500 adag készült, amely hamar el is fogyott. A tavalyi első jereváni Kocsonya Fesztivál sikerén felbuzdulva szervezte a másodikat a soproni Jereván lakótelep településrészi önkormányzata. Az esemény sikere az összefogásnak köszönhető, hiszen a részönkormányzat és egy helyi vállalkozó közös munkája a fesztivál. Észre lett az 500 kocsonya, ami szét lett osztva. Az akció a következőképpen zajlott, hogy egy kocsonyát ugye vettek az emberek, és a másik kocsonyát a részönkormányzat adta nekik ajándékban, és úgy látom, hogy az emberek ezt kedvesen és szívesen fogadták. Az igazi házi ízekkel rendelkező kocsonya elkészítése nem is olyan egyszerű dolog, pláne ekkora mennyiségben. Nagy fizikai munka, tehát azért itt reggeltől estig itt kell állni, mert egy komolyabb főzés, egy 150 adagnak kell 18 óra. Tehát ezt nem lehet elkapkodni, ezt nem lehet gyorsan főzni, szépen lassan, hogy tiszta legyen. Van vele munka, de megoldjuk jövőre is én szerintem. A jereváni lakótelep településrészi önkormányzatának képviselői Tóth Éva, Magas László és Csiszár Ákos örömmel fogadták, hogy minden kocsonya elfogyott. Így, mint mondták, jövőre biztosan lesz folytatása a rendezvénynek. Kikapott az év utolsó mérkőzésén a Smafc Nyugat-Magyarországi Egyetem MB1-B csoportos kosárlabda csapata. Az egyetemi gárda a Győrt fogadta a Krasznai Ferenc sportcsarnokban. A szoros mérkőzésen 69-75-re nyert a vendégalakulat.
Az első negyedben végig fejfej mellett haladt a két csapat, majd a második 10 percben megléptek a világos mezben játszó hazaiak. Aztán következett egy 7-0-ás roham, mellyel egy pontra felzárkoztak a győriek, így a nagy szünetre 43-42-es állásnál mehettek a csapatok. A fordulást követően a vendégek átvették a vezetést, de meglépni nem tudtak, néhány pontos különbséggel egymás mellett haladt a két gárda. A záró felvonásban ismét a Győr volt pont erősebb, és tartották is minimális előnyüket. Mesztényi Róbert tanítványai egy utolsó rohamot indítottak, 69-71-re feljöttek, de ez is kevésnek bizonyult, a hajrában kétszer is betaláltak a vendégek, így alakult ki a 69-75-ös végeredmény. Becsúszott egy pár hiba, eladott labda, kihagyott zicser, támadó lepattanót engedtünk az ellenfélnek, ez egál játéknál, végjátékban megbosszulja magát, és sajnos igazából senkinek nem volt jó döntés, aki a pályán volt. Kicsit elfáradtak a fiúk, ugye általában minden meccs arról szól, hogy nagyon fizikai hátrányból indulunk, súlyba, erőbe, ugye fiatalabbak a játékosok, és sajnos ez fölőrli az erőket, a szellemet a meccs végére, és így nagyon nehéz a végén tiszta fejjel gondolkodni. A soproni egyetemi csapat legközelebb az új esztendőben lép pályára. Most megmutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk, majd következik a Mozaik, amelyben a segítő advent adománygyűjtő akcióról lesz szó, majd színházi magazin műsorunkat láthatják. Kedves nézőink, a Sopron Televízió keddi híradójának végén valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Szerdán nem lesz változás időjárásunkban. Folytatódik a borongós, hideg téli idő számottevő csapadék nélkül. A kötfoltokban zuzmara lerakódás alakulhat ki, illetve előfordulhat hószálingózás. Reggelente -5, délutánonként +1 fok körüli értékeket mérhetünk.